Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 szín. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk! Szép jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli című rádióműsor, amelynek két műsorvezetője van. Az egyik itt ül a mikrofonnál. A másik, Mi most... Nálom, Lajoskám, itt vagyok, a másik most rohan be a stúdióba, Nem mert katerkázik a különböző Endre, alkalmazottakkal, dilleges. munkatársakkal, szerkesztőkkel, más rádiós műsorvezetőhölgyekkel. Kedves Endre, az igen? az igazság, hogy nem tudom, hogy ismerős a szó, hogy, hogy szociális érzékenység, ja, emberi nem. kapcsolatok, stb. Ez nekem tehát, nem. nem. Ez csak van. egy falanszter. Na. Ebben élünk, Ülj le, dolgozunk. A, a kamera úgy van beállítva, hogy egyenesen a derék mutatja. De azért most akarom megtartani az expozémat. <laughs> És az fel kell állni. Ez egy falanszter, amiben vagyunk. Ez csak egy munkahely, nem az egy életünk. Tehát, hogyha valakinek emberi támaszra, igen, tehát emberileg támaszra van szükség, akkor meg kell beszélni attól, hogy megy egy kezdő szignál, azzal nem szabad, hogy így lesöpörjünk emberi kapcsolatokat, félbehagyjunk beszélgetéseket. Hát hova jut ez a világ, Endre? Most komolyan. Most elmondom a kedves hallgatóknak, aki streamen néz minket, hogy mi áll a Vicsandrás derékember, ezt úgy lehet látni konkrétan a kamerán, és, és, és már Czoller Andrea is érdekes, érdekesen figyelő figyeli az össze, érted? Hát ez ilyen nálunk, ez a millás reggeli. Na, a mi, mi állom, András család. az egyik műsorvezető. A másik meg a kántor. András itt van, Czoller Andi. Nézd, Már Andi. ilyen korán reggel. Nézd, Andi, pillangó. Andi, kávézol? Hogy ne kávézzel. Tessék, Andi, ne kávézzel. Le. Na, szóval, hogy euh, milyen nap is van ma? Márton nap van, András. Jeles. Márton Igen. nap van. Leültem. Tudod, hogy egyre olcsóbb a hal? És egyre drágább a liba. Tudod, hogy mennyiért lehet kapni a pisztrángot? Nem. Márton Áron. Bizonyám. Úgyhogy, és azt szeretném neked mondani, András, a múltkori után, hogy a szóvic ökölcsopás az Olvastam egy tudományos cikket erről, látom rajtad, hogy ez igaz. De annyira igaz, Endre, képzeld el, hogy ez rá van tetoválva a hátamra gótbetűkkel, megmutassam? De azt semmiképpen nem mutas meg, mert abból... Azért, mert még nem epiláltam, azért nem mutatom <laughs> ja, meg egyébként. nagyon fontos, igen. igen. Szerintem ezt a műsor kezdést vegyük fel a szilveszteri összeállításba, úgy érzem. Kezdjük újra? Vagy... Igen, kezdjük újra, jó? Akkor... <laughs> Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli című rádió műsor itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással és Kántor Endével. 6 óra 34 perc van, az SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0630 2010 10 909. Ezzel lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Megjött az első SMS, -t. kedves Millás csapat, valószínűleg nem felejtitek, de ha véletlenül mégis kérlek emlékezzetek meg, a Remembrance Day-ről írja Andi. Jó. Um, megemlékeztünk igen, most. Tehát vagy a nem... Remembrance Day-ről ne felejtsünk el megemlékezni, ez szerintem egy egy kemény szóvicc, de egy kicsit mélyebb típus. Medve úr, király, feldobod a reggelt, a szavakkal bántó Márton ár, hú, beütött. Látod? Látod? De az nem én voltam, hanem az Endre. Hagyjuk már ne ezt, tényleg. Ne. Sokan nem tudják, hogy egymást mutatjuk be. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jó reggelt kívánunk, akkor a stúdióban Mihálovics András, én Andrást mutatom be. Én pedig Endrét mutatom. Úristen, hogy Látod? néz ki a hajam. Na akkor gyorsan. Kész egy fésüt? Nem, nálam nincs. Nálam nem süt. véletlenül. <gül> <gül> Látod? <gül> Ennyi. Akkor én tovább mondom, hogy mi történt ma 1620-ban ezen a szép napon Massachusettsben kikötött a Mayflower hadihajó a fedélzetén 41 európai kivándorlóval. Az... Ők voltak az alapító atyák. Hely, ha ott lettem volna, akkor elmentem volna az irokézekhez, a mohaukokhoz, a Saux és fox indiánokhoz, valamint az összes indiához, hogy most, most üssünk rajtuk, mert hát talán 41 kivándorlóval talán elbírtak volna az Egyesült Törzsök. Ők később kimentek. Ők később kimentek, és közösen főztek kukoricát, tettek puikát, és ebből lett a Thanksgiving. De az majd. A következő... Igen, bár... csak ezt a történetet itt ponttal itt. lezárják a fehér emberek, és utána <laughs> lehetett volna zárni. Utána arról már nem mesélnek, hogy a következő évben már nem Thanksgiving volt, hanem focisztak a igen. indián főnök fejével, aki Thanksgiving Igen. alkalmából meglept őket kukoricával és pulykával. Van ez így. Elszámították magukat. Egyébként tényleg ma van a fegyverszünet napja, ez fontos a Remembrance Day. De ez, a, ugye, ez a brit nemzetközösség országaiban, mm. Franciaországban és Belgiumban van az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény aláírásának az emlékére, tehát megemlékeztünk erről is. Na Igen. de mi történt még ma? Kik születtek ezen a szép napon? Nem beszélünk a Márton napi népszokásokról, nem ezt beszéltök meg. Hát a Túri Szent túri, túri Szent Márton, Szent Márton igen. Hát Van egy nagyon kedves volt kollégám, barátom, ismerősöm, nem tudom én micsoda. Ő, őt hívják Mártonnak egyébként, úgyhogy ő neki külön is. Boldog De ő nem Túri Márton. Ő nem, ő orosz. Igen, úgyhogy. Na szóval, számos néphit kapcsolódik a Mártonhoz egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejezéséhez, illetve az advent közelettéhez kötődő népszokásokról van szó, másrészt ahhoz, a legendához, hogy Szent Márton minden akart lenni, csak túri püspök nem. Igen, igen. Ezért, amikor megpróbálták őt megválasztani, elbújt egy libaolban, hogy ő nem akar pozíciót. Ismerős ez? Én Mert abszolút nekem nem. Ismerős. És utána a libák kellene. Nem a hanem ez a mentalitás. Igen, és, és ezért ezért kell libát tenni ma. A és római az időkben. Nem libákat meg kell minden. Igen. Én már egy kicsit előszaladtam, én már a hétvégén begettem a gágogok egy jelentékeny részét. Majd az, az NOP-kurovatunkba kitérünk. Jó. erre. Na szóval, a római időkre röppenjünk végig. Az a téli évnegyed kezdőnapja volt, november 11 a rómaiaknál. Az új termésből és az új borból tartottak egy lakomát. Ebből aztán rá lehet jönni arra, hogy lúd is volt uh -huh. a fogások között, mert a Mars hadistennek volt a szent madara, Aha. avis martis, azaz Marsisten madara, ebből lett népies szófejtéssel Márton madara. A Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannoniában, mert hogy itt volt katona, szombathelyen, aki nem tudná, uh -huh. és ugye ő volt az, aki a köpenyét félbevágva odaadta egy koldusnak, uh -huh. és a hagyomány szerint Szent Márton álmában segítette Szent István és az országot, ezért Túri Szent Márton Magyarország egyik patronusa Szűzmárián kívül. Na most, és mivel hogy a rómaiak a hadisten lúdját tették? Azért nem árt tudni, hogy a keresztény ünnepek jelentős része pugány ünnepekre települt, lám a Szent Márton nap is. E, Micsoda furcsa fintor a sorsnak, hogy Szent Márton is ugye katona volt, de hát Mars hadistenhez köthető, és ráadásul római is ugye, volt. Ludat is mit ettek. Mit adtak nekünk a rómaiak? Hát Ludat. A Márton napot. Igen. Köszönjük szépen és karácsony előtti 40 napos bőjt előtti utolsó ünnepnap a Katolikus Egyházba, ezért rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok, evés, ivás, hogy a következő esztendőben is legyen bőven mit fogyasztani. És ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni, teregetni, figyelem, hölgyeim, mert ez a jószág pusztulását okozza, és novemberben már le lehetett vágni a tövőt libát, ezért jellemzően libafogások. Libaleves, liba sült párolt káposztával, és ludaskása. ludaskása. Hmm. Igen. Aki márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. Ezt kell hajtogatni, úgyhogy kezdhetem okay. előről Köszönjük az egészet. Szépen. De az időjóslásról, az ajándékozásról, Márton Poharáról majd később, jó? Na, azt mondja, hogy következő... Mert hogy nagyon szaladsz azért. Hát nem én. szaladok, csak szeretném mondani, hogy kik születtek ma ilyen híres emberek. Például a katona József, hogyha már a katonáknál tartunk, 1791-ben magyar író, drámaíró, és egy budapesti um, híresség, Rottenbiller Lipót. Politikus, ugye Pestváros polgármestere, majd főpolgármestere is volt 1806-ban. Tehát egy... Um, közterület névadóról is van szó, Rottenbiller Lipót nevében. És Fjodor Mihálylovics Dostojevski azért is fontos, mert 1821 el ugye 200 éves születésnapját ünnepeljük ma. Um, mert hogy tegnap jött egy közlemény a Helikon kiadótól, megjelenik a születésének 200. évfordulójára a Karamazov, a Karamazov testvérek. testvérek új kiadása, és ezzel indítanak egy új életműsorozatot a Helikon kiadónál, Dostoyevskinek. Remélem a feljegyzések az egérjukból benne lesz. Ezt azért mondom, mert hogy gimnáziumi, irodalom tanulásom egyik mélypontja volt ez, amikor azt mondták, hogy máról hónapra olvassuk el a feljegyzések az Egerjükból hát ezt nem csodálom. De András semmit nem értettem belőle. De tényleg, egy kukkot se. Tehát, és nem értettem, hogy ez miért kell. András, nem vagy egyedül, nem vagy egyedül Dostoyevszkivel így. A Karamazov testvérek egyébként kiváló filmalkotásban, viszonylag könnyen, egy, egy, este alatt, egy este alatt abszolválható. Úgyhogy azt meg lehet nézni. Bejött Darth Vader, vagyis hát Kylo Ren. Csak Igen, fehér maszkos, van, mert megjavult. Van. Na! Uh, Jules Jól az egyik főszereplője a hittem, Karamazov a, testvéreknek. Azt hittem, a film hogy a, a, nem, nem, Maradjunk csak itt az irodalomnál. 1922-ben született ezen a napon Kurt Vanagotti junior amerikai író, a Vonne folyó mellől származó német ősökkel harmadik generációs amerikaiként letette a névjegyét a világirodalomnak nagyon-nagyon-nagyon sok jó könyvel többek között a macskabölcsővel, vagy az ötös számú vágóhiddal, vagy a, vagy a mi az a, a bajnokok reggelie, hát, tehát rengeteg, rengeteg. Yes, yes, jó. yes, a felderítők védőszentje Szent Márton, hát, hát elfelejtettem. Totod. Bocsánat, kedves felderítők! Én nagyon szeretem a felderítőket, főleg a mélységi felderítőket. Van egy csomó ismerősöm, és nagyra tartom az ő kiképzési módszerüket és munkásságukat, úgyhogy, jaj, ne ne haragudjam. Mert ma tényleg. van egyébként a katonai felderítők napja Ezt is. Ezt mondom, igen, katonai felderítők. Én Milyen láttam egy nagyon klassz kis etüdőt a felderítőkről, egy Monty Pythonos etüdőt, amikor meg kellett azt a német viccet tanulni. Amíg de csak a világ részletekben, igen, részletekben igen. lehet, mert hogyha az egészet valaki megérti, igen. akkor halálra magát, és úgy felderítették az ellenséges állásokat. Letette a névét Kulka János Kossuth és Jászai Mari Díjas, magyar színművész, és azt hiszem, hogy őt nem is kell bemutatni. És Stanley Tucci -t? Stanley Tucci sem Zeniális. kell bemutatni. 1960, Stanley Tucci egyik nagy alakítása az Olasz Módra című gasztrofilm, aki nem látta, az nem. feltétlenül nézze meg. Nem, a legnagyobb alakítása az Ördög Pradát visel. Abba volt. Nem azt mondtam, hogy a legnagyobb, azt mondtam, hogy az egyik legnagyobb. De a legnagyobb az Ördög Pradát is, abban volt ez ki. És Demi Moore, viccelek. Demi Moore meg a G.I. jane Moore, volt a... Nem, nem, a Kopasz... Demi Moore az zaklatásban volt, sosem felejtem el, a Kaposvári mozi uh -huh. oldalára volt, felfújva a 90-es évek elején, mikor bemutatták ezt a filmet, hogy zaklas Demi. Júl, Valaki az elkeseredését hoztam. ebben manifestálta oda, hogy odafújta fújta. És a nem vágyait. a Ghostban volt? Nem. Senki nem úgy agyagozott Patrick swayze mint Demi Moore. Az biztos. Mert nem tudom, hogy... Leonardo DiCaprio. Micsoda színészek, ugye? Sorban. Kulka, Stanley Tucci, Demi Moore, Leonardo DiCaprio, amerikai színész. 1974-ben született ezen a napon, és egy mekkora énekes Paja a magyar népdalénekes, előadó művész, és művész is ma ünnepli születésnapját, és mi is tisztelettel köszöntjük innen a stúdióból. Na, Hát ez volt így a sor, amit így az évfordulókról De mi sor? Katona József, apám. Hát nagyon, nagyon kitettél magadért. Igen. Szerkesztőként gratulálok, mondjuk, hogy... Nem ö... az én érdemem, hogy Nem ezen a be a Remember Brands De... hogy a felderítők napja, az kicsi, kicsit beárnyékolja. Tudtam, olyan, hogy, hogy a Túri mindig... szeretnél beszélgetni, vagy beszélni, ezért gondoltam nem. Lovas katona volt Uli Márton, akkor még nem sejtett, hogy püspök lesz. Volt neki egy nagyon kedvenc nótája, amit mindig fütyűrészett, így hangzott. Emlékszem. Down, Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.